이어이다 이제 남편 이제 아 Azt is csináljam vele? Igen, azért van a nyakad nagyon lefele, azért van beállva, tudod, hogy majd mutatom jó, hogy miket kéne, mm-hmm. amit ő szívesen nehezen megy neki a nyak fel. Gyere, gyere vissza! Na gyere dősen, ez ott most beakad a lábam. Ilyenkor nehéz felállnia, és ilyenkor kell nagyon nagyot húznia. Mert úgy egész előre tolja. Na gyere, Mimó! Ó, erre a strucira fölfogunk. Nézd meg, hogy pattam föl, oda nézd. Uh-huh. Igen, mert már rájött, hogy kitegye oldalra. Gyere. Mert eddig úgy csinálta, hogy mint a szertornászok, tudod, a lovon. Na gyere! De Renusi, nagyon ügyes. Meg azt olvastam előledbe, hogy a propriocepció, hogy az első is kioltásra neki, az első lábam is. Hát lassabban tette vissza az elején, igen, de nagyon sokat ingereltem. Most nagyon szép mindenkit. A jobb hátsó lába az egy kicsikét, azt úgy időnként kiteszi, mereven kinyújtva oldalra. Nagyon szépen megemelte a lábát, hogy átlépje. Átlép dolgokat. Például bemászik a, tudod, a műanyag kutya egybe. Mert hogy mondom, el még annyira nem, inkább majd így, hát. Na, de hát, ez ilyen billegős. Tessék felállni itt. Tehát, ha kiteszi oldalra a lábait, akkor föl tud állni, de azon kínlódott sokat, hogy a két első kezé, közé előre lógtak teljesen, és akkor végül is 270 fokot kell emelnie. Nagyon ügyes vagy. Figyelj, kukolásban. Az ott meg akartam nézni a reflexeidet, még meg is fogjuk célnagon. Azt mondja, nem egy-egy falat, ott az egész. Ne nézz hülyének. Én a bödörre utazok. Tényleg? Te ilyen huncut vagy, ilyen pici kutya, ezt megeszi. És én azt hittem, hogy Szenin is várja. Adtam neki, hogy orba szájba az aktivétet. Nem, nem az. Mert tökéletes látja, hogy hova. Na gyere nyuszika, akkor gyere egy picit hagyma szízzem át a hátsókat, jó? Mondom, hogy a bödör.